szia, nem, ez nem így működik. Tehát több rezgésszinten szinten éljük meg a dolgokat. Tehát van, amikor a legalacsonyabb rezgés szinten vagyunk, és van, amikor a legmagasabb rezgés szinten vagyunk. Hogy értsd, tehát ilyen 7 skála van, nevezzük annak, és valóban vannak a sorsunkban olyan előre megírt dolgok, amiket beleteszünk. És az őrangyalunk segít abban, hogy ezt mi megtegyük. Tehát az őrangyal az nem egy ilyen, nem minden esetben egy ilyen kis dolog. Az angyalok specifikus a lények. Azt szolgálják, mivel ne kelljen sokszor leszülettünk, így a lehető legtökéletesebb maxoljuk ki az életünket. Tehát lényegében 22 uh, nevezzük életút van, és uh, tehát ez olyan, mint egy videójáték. Végig kell vinni az első pályát, addig, amíg... Nem sorban vannak a pályák. Igen. Illetve lehet, hogy az első pályát megcsinálod háromszor, és akkor átmenti a vizsgán, de a 13-asat megcsinálod körülbelül mondjuk 3000 -szer. Igen. Visszatérve hogy a létszikra. Um, tehát, hogyha alacsony rezgés szinten vagy, mondjuk legyen egy um, autó baleset, akkor építj erre töröd magadat. Ha magas rezgésszinten szinten vagy, akkor megúszod egy kisebb karambollal, vagy, vagy mit tudom én, csak kocsoltak egymással. És um, ugyanez a tanulság lesz levonva, illetve um, az élet mindig finoman tanít, tehát a mi esetünkkel élve, tehát mi ezt éppen nem vettük észre, mindegy lényeg az, hogy um, mikor még nem történt meg, amikor leégett a belső pincénk, Előtten állunk, a pince előtt megjelent egy tűz. Tehát um, valami kartonpapír gyulladt ki, hogy pontosan hogyan azt, azt um, mindegy. Uh, és um, akkor több dologban benne voltam, tehát akkor volt egy párkap amiből nekem már réges-régen ki kellett volna lépnem akkor meg is akartam tenni, lett is rá volna tökéletes lehetőségem, de ez nem így történt meg, és még több hónapot úgymond elvett az én kis időmből, az életemből, mindegy tanított, de tényleg rá egy pár hétre megtörtént a december elsői tűzesetünk, amit az elég nagy port kavart, meg elég sokáig így beszéltünk, hogy nyilván ebben ebbe helyzetben voltunk benne, követte az egész TikTok nép, így az életünket, hogyan jöttünk ki belőle, rengeteget motiváltuk az embereket. Tehát igen, valamilyen szinten vannak idézélesen kőbevésett dolgok, amik is karmánkban, viszont ki tudjuk venni, tehát vannak karma átrendező szimbólumok, karma átrendező dolgok, mint például rejke. Ez nem azt jelenti, hogy most végleg kiveszi az életedből, hanem leegyszerűsíti, segít emelni a rezgés szintedet, és már kisebb dolgokból is megérted. Tehát úgymond egy nagy hegyet kettiózt, és lehet, hogy ez a hegy a megértésed által így eltűnik. Tehát megoldottad más módon. Nem kell mindig a legbrutálisabb dolgoknak megtörténnie, hogy egy karmát kiegyenlíts. Rátérve a manifestáció részére a kérdésednek, tehát én, meg minden ember ugye minden nap mágiázik. Tehát mindenkiben ott van a mágiának a, a magja, <laughs> mivel mágiázol, a szavaiddal, gondolataiddal, tetteiddel. Tehát például biztosan hallottad már ezt a kifejezést, hogy önálltok. Amikor folyamatosan azt mondod magadról, hogy jaj, de bugyuta vagyok, nekem nem jön össze semmi, nyilván azzal egy ilyen önsorsrontást tettél magadra, és az addig ismétlődik, amíg úgymond a körben nem zárult. Tehát. Öm, ezt meg lehet csinálni évekig, vagy fel lehet ismerni egészen fiatalon, és akkor hoppá, nyakon csípem magamat. Mihelyt elkezdeném magamat uh, szídni, stop, 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 csöptintek a fülem mellett, és akkor stop. Nyakon csípem. Nem baj az, ha megjelenik benned a, a, a negatív. tudni kell uralni. Tehát a manifestációt, tehát nincsen igazából betegség, meg semmilyen, csak negatív hitrendszer, negatív manifestációk, mert minden lélegből indul ki. Tehát minden ugye belőled áramlik ki, mint így az energia. Nevezhetjük rejkinek, kvantumnak, pránának, csínek. A mozgató rogója hasonló a legtöbbnek. A lényeg az, még a manifestáció, hogy én például egészen fiatalon elkezdtem manifestálni, akkor ilyen vizuális táblát csináltam, tehát egy ilyen kartonra, tettem ki dolgokat, autó, minden, akkor voltam ilyen 9-10-11 éves, tehát ebben az időszakban volt nagyon aktívan, utána is csináltam, de a lényeg az, hogy eléggé szegény körülményekből jövünk, tehát több minden értelt úgy meg, meg kellett dolgozni az életben, amit úgy utólag szerintem nem bánunk. És a lényeg az, hogy ilyen kicsikén nem tudom, hogy miért vágytam autóra a ruhákat, az égszereket, az eljegyzési gyűrűt még megértem, mert nyilván egy kislány vágyik ilyen jó dolgokra. De az autó az úgy jött, és rá négy évre meg lett. A ruhák azok olyan szinten vannak, hogy dől a szekrényembe, a pénzügyi dolgok is rendben vannak, bár a elég sok mindent át kellett írni, főleg anyukámnak. Tehát neki például a szemelát teretét össze az apja a pénzt, tehát eléggé kicsiként szembesült ilyen traumákkal, meg akárhányszor összegyűjtötte a pénzt, ez mindig így ki kellett adni. Nem mindegy. És végül rátérve a manifesztációról, ez működik. Több technikája van neki, de a lényeg ugyanaz az érzés. Most hiányállapotban nem tudsz szeremteni. Most nyilván akkor is be tudsz vonzani szerelmet, hogyha éppen pártalan vagy tehát éppen nincsen melletted, úgymond partner. Pénz is ugyanúgy. Tehát amikor éheztünk, tehát ez többször is megjelent az életünkbe, a decemberre egy után az nyilván csak egy rövidebb időszak volt, mert ott a vendégházra ment el sok pénz. Mindegy, erről több videóban beszélünk. De annak idején anyukám, ez egy több mint tíz éves történet, azt a mantrát használta, hogy szeretem magam, mindig van pénzem. És akkor ő még akkoriban nem igazán volt erre úgymond tudatosan fogékony, csak jött neki ösztönbe. Tehát akkor én nem nézett utáni, hogy ez a manifestáció, mi ez a vizuális terület. Én is ezt megcsináltam. Kicsinek nem tudtam, hogy ez egy létező technika. Nekem tetszett, kiraktam. Aztán szembesültem, mert, hogy hoppá, ez egy manifestációs technika. Talán még nagyon régi fotóalmumokban lehet, hogy lesz is róla fénykép, nem tudom, hogy megvan e még. Mindegy. Um, tehát a lényeg az a manifestációnak, hogy tényleg az érzéseinkkel teremtünk, és semmit ne tudjunk elvárásra, hogy minek, hogyan kell megtörténnie. Ez nyilván egy folyamat az időben. Tehát nem baj az, hogyha valami, úgymond lassabban történik meg. Ki kell tartanod, de nem kell gőltösen ragaszkodnod. Tehát az azt jelenti, hogy te már tudod, hogy ez a tiéd is megtörtént veled. De nem kell az, hogy úristen, mi van, ha nem történik meg, hogyan fog megtörténni. Tehát az agyad az elkezd generálni. Tehát ezt kell, egy elengedni, hogy oké, okay, hagyok neki úgy, hogy megtörténjen úgy, tehát legyen mindegy, hogy megtörténik-e vagy sem, ez is egy tök jó dolog tud lenni, nyilván mindenkinek más fog beválni. Ezért is jók így a privát tréningek, kócsalások, mert ott meg tudjuk neked nyitni az utat, ami neked a legreálisabb és a legvalószínűbb, hogy neked ez fog működni. Tehát kinek mi a szívéhez. Tehát nem vagy vizuális típus arra is vannak megoldások, és így tovább. Tehát az írásos technikának, akkor a futogós manifesztációnak minden-mindennek egy, törő fakad az alapja. Az írás része az azért jó, mert ugye a kézmágia az írás benne van, most nyilván lehet mágikus írással is írni, rúna, vagy éppen rovásírással. Tehát a lényeg az, hogy tényleg elhit, hogy ez már megtörtént veled, úgy beszél, hogy úgy beszélj is, hogy ez már megtörtént veled, tehát neked ez jár, ne legyen kétséged a felül, hogy ez a tiéd. És lényegében ennyi az alapja, hogyha még van kérdésed, akkor szívesen beszélek, illetve a vat padon meg fog jelenni a manifestációs füzetem, az egy ingyenes tartalom lesz, Fekete Mennyország néven találtak meg, az alkalmazást, azt könnyen lebírjátok tölteni, tehát nem foglal sok tárhelyet, majd maximum hozok egy tutoriálvédőt, videót, hogyan, hogyan, találtok ott meg. Oké, okay. csak már 9 és fél perce beszélek, oké. Okay. a Kapcsolat e-mail címre tudtak írni, áldás békesség mindenkinek, és kellemes teremtést kívánok a siker érdekében, tegyetek meg mindent. puszi, hatalmas örülés, szeretlek sziasztok!